A fűtési idényen kívül is több területen végez munkálatokat a Nyírtávhű Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Jelenleg több hőközpontban dolgoznak, illetve a külső helyszínen zajló munkálataikból is maradt néhány helyszín. A távhőszolgáltatás valamikor májusban véget ért, legalábbis a melegvízszolgáltatás nyilván meg most jelen pillanatban is folyik, de a fűtési szolgáltatás akkor véget ért, és elkezdtük éves karbantartási munkálatainkat. Ezek hőközpontokra, távfűtési vezetékre, alaépítményekre, aknákra vonatkoznak. Jó részt már így a nyár derekán végeztünk ezekkel a munkákkal. Ami a primárhálózatot illeti kint a közterületen, azokkal már végeztünk. Most a hőközpontokban még folynak karbantartások. Ez szeptember 15-ig nyilván a fűtési időszak kezdetéig elvégezzük. Hát ezekben a karbantartásokban általában gépészeti karbantartások, festések, tömítéscserék, fertőtlenítése az aknáknak, szigetelések pótlása folyik, illetőleg hát a hőközpontokba belül hőmennyiségmérők cseréje, szivattyúk karbantartása. Ugye ezekből számtalan van, távfűtési aknából 300 darabnyi szivattyúk, 1400 darab szivattyú van a távfűtési rendszeren, tehát a kollégáinknak van mit csinálni. Ezen kívül a hőmennyiségmérők hitelesítése is elindult, mintegy 200 darab hitelesítése van folyamatban, ezekkel is őszre reméljük, hogy sikerül végezni. Jó László a Nyírtávhű ügyvezető igazgatója azt is hozzátette, elkezdték az éves beruházási munkálataikat is, amelyek minden városrészt érintenek. Jelenleg a Bethlen Gábor utcán végeznek munkálatokat a szakemberek, itt egy nagy akna építészeti rekonstrukciója zajlik, illetve az erdősoron is dolgoznak. Ezen kívül terben van még az Ószőlő utcán egy távfűtési vezeték kiépítése, a Pazonyi téren használati melegvízrendszer felújítás, továbbá hőcserélők cseréje. Ezek a felújítások várhatóan őszig a fűtési szezon kezdetéig befejeződnek. A fűtési szezon hivatalosan június 30-án ért véget, így az elszámolások elkészítése is javában zajlik a Nyírtávhőnél. Megtörténtek a leolvasások, ugye egyrészt a fűtési idény éves elszámolásait készítjük, illetőleg a használati melegvíznek pedig az első fél éves elszámolását végezzük, mert ott fél éves elszámolás van. Nyilván az idén is az okosméréssel végeztük ezeket a leolvasásokat a lakók zavarása nélkül, tehát megtörténtek a leolvasások, jelen pillanatban az elszámolások elkészítése folyik, ezek a közös képviselőkhöz már eljuttattuk, ez alapján fognak készülni a távfűtési számlák, az elszámoló számlák a lakóknak. Hát ez alapján derül ki, hogy többet vagy kevesebbet fogyasztottak az elmúlt fűtési idényhez képest. Amit az előzetes számok mutatnak, hogy mivel az előző tél fűtési idény melegebb volt, mint az azt megelőző, így visszatérítés lesz mindenképpen a szaldója, több 10 millió forint lesz várhatóan. A fogyasztók augusztus végére kapják vissza várhatóan a fűtés és melegvíz elszámolás során felgyülemlett többlet kifizetéseiket, akinek pedig tartozása van, annak a ráfizetésről szóló számlát is kiküldik addig. A Nyírtávhő által koordinált karbantartási és felújítási munkálatok pedig még a fűtési idény kezdete előtt befejeződnek. Minden helyszínen a tervezett ütemben haladnak a szakemberek, várhatóan legkésőbb szeptember 15-ig elkészülnek.